És akkor megint, ahogy az előbb mondtam, nagyon nagy szeretettel köszöntünk itt mindenkit a Green Dependent Intézet részéről. Ugye ez a mai nap a másfél fokos életmód online rendezvénye. Főként kollégámmal, feleségemmel együtt, Vodovics Edinával fogjuk ezt a mai napot tartani. Másfél órásra terveztük, természetesen mi este 11-ig vagy holnap reggel délig is tudnánk beszélni, meg beszélgetni veletek, de tudjuk, hogy az időkorlátok ezt nem teszik lehetővé, úgyhogy körülbelül másfél órásra terveztük. A legesleges fontosabb kérdés lenne, hogy tegeződhetünk-e mindenkivel. Igen, persze. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Már csak amiatt is, mert a diákat így készítettük így előre, úgyhogy gyutólagosan is köszönjük szépen nektek. Következő technikai információ, nagyon sokan most már egy évek óta használjuk a Zoomot, meg mindenféle online felületet, azért ezt szoktuk mindig mondani, ugye, hogy az előbb említettem, hogy felvételt készítünk erről az egészről. Hogyha valakinek kérdése, bármiféle véleménye van, akkor nyugodtan a chatben alul van ez a felirat, chat feliratú kis gombocska, oda bele lehet írni, ezeket összegyűjtjük, és akkor a szekciók végén vagy a legvégén terveztünk úgy is időt, amikor ezeket megválaszoljuk, vagy átbeszélhetjük nyugodtan. Ha életbefágó fontos kérdés van, akkor nyugodtan természetesen persze szóljatok. Azt is el szoktam mondani, hogy most nem látszik, de amikor így egymást nézzük csak, és nem kivetítés van, akkor jobb felső sarokba tudjátok váltogatni, hogy van ez a Speaker View, meg van ez a Gallery View nevezetű kis feliratgomb. Azt ki lehet, hogy a Speaker View esetében, aki éppen beszél, azt nagyítja ki, az összes többi mindenki kicsi, a Gallery View-ban meg mindenki egyformán egymás mellett van egyforma méretben, és akkor úgy lehet nézni mindenkit. Nagyon fontos szintén, hogy adatvédelem garantált, ugye ez egyrészt egy Horizon 2020-as nemzetközi kutatási projekt keretében valósul meg ez az esemény, de egyébként is a Green Dependent Intézet részéről nekünk is van adatvédelmi GDPR szabályzatunk, amit mindig minden szempontból nagyon szigorúan betartunk, úgyhogy bármi nevet, e-mail címet, regisztrációkor, egyébekkor megadtatok, akkor természetesen ezeket bizalmasan kezeljük, és senki másnak nem adjuk át. És amit talán legfontosabb, érezzétek nagyon jól magatokat, és reméljük sok hasznos információt, és azért tudunk nektek, veletek ma megosztani. Egy nagyon rövid bemutatkozás, csak így rólunk, aki esetleg nem ismerne minket, hogy a Green Dependent Intézet, illetve a Green Dependent Egyesület néven alakultunk 2005-ben, most már több mint ugye 17 éve, közhasznú non-profit szervezetként működünk, és alapfeladatunknak azt tűztük ki, hogy a fenntartható életmóddal kapcsolatos dolgokat kutassuk, támogassuk és elterjesszük különböző módokon. Ezt két módon tesszük. Egyrészt, ahogy az előbb is említettem, hogy ez a másfél fokos projekt, ez egy nemzetközi kutatási projektnek a része, tehát nemzetközi kutatási projektekben is veszünk részt, de ugyanakkor, amit a képeken is látszik, együtt dolgozunk háztartásokkal, járunk standolni, mindenféle programokat, oktatási, képzési alkalmakat is tartunk, önkormányzatokkal is nagyon sokat dolgozunk együtt, illetve különböző programjaink vannak esetleg még cégek számára is, mert leginkább itt a háztartásokkal, meg önkormányzatokkal szoktunk együtt dolgozni. Ja, ahogy említettem, mai estén most Edinával ketten fogunk főként beszélni, aztán majd ti is természetesen, de mi fogjuk itt a háttérinformációt megadni, illetve szeretném bemutatni nektek négy kollégánkat is, akik ebben a másfél fokos projektben velünk együtt dolgoznak, és itt is most is itt vannak velünk, és segítenek nekünk, hogy ezeket a dolgokat minél jobban és hatékonyabban tudjuk kutatni és meg elterjeszteni is. És akkor én megszakítom a vetítést, és átadom Edinának a szót, hogy akkor ő tudja folytatni itt az előadást. Igen, sziasztok az én részemről is. Én is megosztom most itt a képernyőt, és igyekszem felnagyítani, hogy lássátok. Csak dióhéjban erről a másfél fokos életmód projektről, hogy tudjátok mégis, minek a rendezvényére jöttetek el. Ez egy EU-s kutatási projekt, 4 éves, az elég hosszú, általában 3 évesek szoktak ezek a kutatási projektek lenni, és azért is 4 éves, mert a kutatás mellett ebben a projektben elképesztő nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy el is terjesztük, amit kutatunk, és minél több embert, nem is csak állampolgárokat, hanem döntéshozókat, cégeket, non-profit szervezeteket minél inkább bevonjunk ebbe, hiszen a másfél fokos életmód megvalósításán gyakorlatilag az életünk minősége múlik. Másfél fokos műhelyt, élőt 5 országba tartottunk,
látjátok felsorolva a képernyőn, és ilyen online műhelyt csak Magyarországon rendezünk, amennyire tudjuk. Mi egy kicsit más módon szerveztük az élő műhelyre az embereket, mint a többiek, és láttuk, hogy elképesztő nagy érdeklődés van. Több mint 200-an jelentkeztetek, vagy jelentkeztek erre a műhelyre, és ezért úgy gondoltuk, hogy mindenképpen megcsináljuk ezt az online alkalmat is. Ez egy kicsit más nyilván, élőben egész nap dolgoztunk együtt, most másfél óra alatt, de azért kaptok egy kis ízelítőt belőle. Ők voltak az élő műhely résztvevői, 24-en, és mi 8-an facilitátorok, mert ez egy elég munkaigényes kis műhely volt, és most mi úgy gondoljuk, hogy ez a műhely kiegészül veletek is, úgyhogy nagyon örülünk, hogy csatlakoztatok hozzánk, és majd lesznek kis feladatok is, amiben szeretnénk bevonni titeket. Ebben a másfokos életmód projektben, ahogy már mondtam, legfontosabb célunk, hogy segítsük ezt a másfokos életmódot megvalósítani és elterjeszteni minél gyorsabban. De először is mi az a másfokos életmód, miben különbözik mondjuk a zöld életmódtól? Ezt sokan megkérdezik. A zöld életmód a mi értelmezésünk szerint nagyon sokféle lehet. Egy általános igyekezet, hogy tudatosan környezetkímélő módon éljünk, de ennek azért van halványzöld, középzöld és sötétzöld változata is. Nagyon sok ember a szelektív gyűjtésre asszociál, sokan a hulladékmentes vásárlásra, meg hulladékmentes életmódra, mások már sokkal komolyabban az autómentességre, az energiatakarékosságra asszociálnak, illetve azt próbálják megvalósítani, tehát nagyon sokféle módja van, és általában nincsenek célértékek meghatározva. Tehát például csökkentjük a környezeti hatásunkat, de pontosan hová, és pontosan mit csökkentünk, rengeteg mindent lehet. És ez a legnagyobb különbség a másfélfokos életmód és a zöld életmód között, ami a másfélfokos mondjuk a zöldnek egy alcsoportja lehet. A másfélfokos életmóddal egy olyan életmódot akarunk elérni, ami megfelel a párizsi klíma megállapodásban vállalt másfélfokos célnak. Ugye ez a másfélfokos cél, hogy az iparosodás előtti állapothoz képest ne nőjön a globális átlag hőmérséklet több mint másfél fokkal. Hát most olyan 1,2 foknál tartunk, tehát elég közel vagyunk ez. Sokan azt mondják már, hogy ez a másfél fokos életmód nem is megvalósítható. Mi azért azt gondoljuk, hogy igen, és hogyha a másfélfokos nem is sikerül, bármilyen klímacél eléréséhez azok az életmód változtatások, amiről ma is szó lesz, szükségesek. Tehát ezt akár sikerül, akár nem, muszáj megvalósítanunk. Tehát a zöld életmódhoz képest itt van egy konkrét célérték, és le is szorítjuk egy kicsit, hogy mi a zöld életmód kapcsán mire fókuszálunk, mert a klímabarát dolgokra fókuszálunk, a klímabarát életmódra, az energiafogyasztásunkra direkt és indirekt módon. Tehát egy elég konkrét életmód részletre fókuszálunk, és az is egy nagyon fontos szempont a másfélfokos életmódba, hogy ennek a lábnyomnak, ahová akarunk csökkenteni a másfélfokos életmód kapcsán, igazságosnak kell lennie. Ezt a zöld életmód nem mindig hangsúlyozza, itt a másfélfokos életmódnál ez nagyon előtérbe kerül. Ezt az ábrát már lehet, hogy többen láttátok más rendezvényeken tőlünk. Itt van konkrétan meghatározva a másfélfokos csökkentési cél, hogy 2030-ig 2-2,5 tonna széndioxid kibocsátás per főre kell csökkentenünk világszerte mindenkinek, akár mekkora a bevételünk. Ez az ábra egy kicsit a bevétel függvényében mutatja a karbonlábnyomokat, mert a keresettel egyenes arányban van általában, hogy mekkora az ember karbonlábnyoma, és itt látszik, hogy akik a leggazdagabb, a legfelső 1%-ba tartoznak, igen nagy mértékű csökkentése lesz szükségük. A felső 10%-nak, ahová igazából elég sok magyar is tartozik már, kicsit kevesebbre, de még mindig 10-szeres csökkenésre, tehát tizedére kell csökkenteni a lábnyomukat. Aztán a középső 40%, ahova legtöbben tartoznak Magyarországon, harmadára kell, hogy csökkentsen, és van egy elég nagy globális réteg, akiknek viszont lehetőséget kell adni, hogy akár még növeljék is a karbonlábnyomukat, mert nem feltétlenül azért vannak
fenntartható szinten, mert kielégülnek az igényeik. Tehát nagyon gyakran ők például energiaszegénységben vagy lakhatási szegénységben élnek. És az a kihívás, hogy 2030-ig erre a 2,5 tonnára kellene csökkenteni, de 2050-ig még tovább 0,7 tonna széndioxid per főre. Majd fogok mutatni adatokat arról is, hogy hol tartunk Magyarországon, de egy kicsit ezt az ábrát más megvilágításba is akartam helyezni, hogy egy kicsit jobban kijöjjön ez az egyenlőség. Tehát ez a zöld karika, ilyen fánk mutatja, hogy hová kéne eljutnunk. Ennek a külső korláta a 2,5 tonna széndioxid per fő per év kibocsátás, és belül is van korláta, ez kevésbé van igazából meghatározva, hogy mi az a széndioxid kibocsátás mennyiség, ami kell ahhoz, hogy az alap szükségleteink kielégüljenek. Tehát, hogy legyen tető a felünk felett, hogy ne fagyjunk meg, hogy legyen elég élelmiszerünk, el tudjunk jutni a munkába, iskolába. Ennek is van egy minimális szintje, és ezen még elég nagy vita van, hogy ezt hol húzzuk meg. Például ilyen kérdések merülnek föl, hogy az, hogy valakinek okostelefonja van, az mondjuk alapszükséglet, vagy nem. Beleszámoljuk-e abba a minimum energia szükségletbe és széndioxid kibocsátás kvótába, amit meg kell engednünk az embereknek, vagy ne. Szóval itt elég sok kérdés van, de az a lényeg, hogy ebbe a zöld karikába kell bemennünk, aminek a külső határát világosan tudjuk, hogy hol van. És most Kristófot megkérem, hogy osszom meg veletek egy ilyen kis tesztet, addig meg is szüntetem ezt a... Ja, nem is kell megszüntetnem, mert látjátok így is. Az az első kérdés ebbe, hogy mit gondoltok, a magyar karbonlábnyom kisebb vagy nagyobb, mint az EU-s átlag? Jó, így látom, hogy a kisebb válaszok vannak túlsúlyban. Valaki azt gondolja, hogy nagyobb, ami elég elterjedt nézet egyébként. Valaki azt gondolja, hogy egyforma, vagy nem tudja, abszolút oké. Most ezt megszüntetjük, és mielőtt válaszolnék, lenne egy másik kérdésünk is. Vagy Kristóf, megmutatod az eredményeket? Ja, megmutattad, jó, bocsánat. Én most kicsit másképpen jött rátok. Felteszed a másik kérdést is, akkor légy szíves. És hogy számoltátok-e már valaha a karbonlábnyomotokat? Közben, amíg írjátok a válaszokat, megkérhetek valakit, aki igent írt, vállalkozik arra, hogy elmondja, hogy ő mit tapasztalt a karbonlábnyomával kapcsolatban? Most talán látom a jelentkezőket. Vagy inkább nem vállalkoztok erre. Nem gond, ha nem, de örülök, hogy páran azért már számoltátok a karbonlábnyomotokat. Kíváncsi vagyok egyébként az eredményre. És akkor most visszaosztom a képernyőmet, hogy meg tudjam mutatni az eredményeket, illetve a helyes válaszokat. Ezek a karbonlábnyomok, európai országok karbonlábnyoma, és itt látszik a kis nyílnál, hogy hol vagyunk mi Magyarországon. Tehát mi az EU-ba alacsony lábnyomú országok között vagyunk, hát elég nagy a szórás, azt látjátok, hogy vannak, akiknek sokkal nagyobb, vannak, akiknek nagyon kicsi. A narancsárga pontocska mutatja a középértéket, és látszik, hogy a románokkal és a horvátokkal vagyunk együtt így a kicsi végen, a lettek is ott vannak velünk, lengyelek, bolgárok, úgyhogy mi vagyunk a kislábnyomúak, amit egyébként kivételesen most jónak kell tekinteni, és stratégiai előnynek is felfoghatjuk, hiszen kevesebbről kell még tovább csökkentenünk a 2,5 tonna szintre. Tehát ennek igazából örülnünk kell, és elvileg könnyebb lenne a csökkentés. De most mutatok egy másik ábrát, ami azt mutatja, hogy az európai országokban
A lakosság hány százaléka van már most is 2-2,5 tonna alatt, itt most 2 és felett néztek, elnézést, és láthatjuk, hogy itt viszont a nagyobbak közé tartozunk, tehát nálunk a lakosságnak majdnem 30%-a a karbonlábnyom szempontjából a kicsi, már a fenntartható szinten van, vagy az alatt. Ez részben azok miatt is van, akik nagyon sok erőfeszítést tesznek, és itt is vannak most ilyenek ezen a kis online műhelyen, ezt tudom, mert dolgoztunk együtt velük. De ez azért is van, amire már utaltam az előzőekben is, hogy nem elégülnek ki az alapvető szükségleteik, tehát nem azért kicsi a lábnyomuk, mert annyira környezettudatosak lennének, hanem azért, mert túl nagy szegénységben élnek. Tehát ez egy olyan probléma, amivel szintén meg kell küzdenünk, hogy míg összességében csökkentenünk kell, elég sok ember van, akinek viszont ugyanennek a folyamatnak a részeként segíteni kell, hogy az alapszükségleteik teljesülhessenek. Másrészt ebben a témában nagyon sokszor felmerül, hogy vajon mekkora a háztartások felelőssége. Ezt a nagy csökkenést nekünk kell csinálnunk, rajtunk van a nagyobb felelősség, vagy nem valaki másnak. Az tény, hogy a globális kibocsátások körülbelül kétharmada a mindennapi életünkhöz köthető. Ahhoz, ahogy közlekedünk, élünk, eszünk, iszunk, hulladékot termelünk, munkába járunk. Tehát ehhez köthető a kibocsátások kétharmada. Tehát egyértelmű, hogy szükség van egyéni háztartási szintű cselekvésre és csökkentésre, de ugyanakkor ugye egy csomó minden meghatározza azt, hogy mekkora a fogyasztásunk, hogy például tudunk-e megújuló energiát venni, vannak-e olyan támogatások, hogyha nekünk nincs elég pénzünk napelemre, akkor segítséget kapjunk, vannak-e elérhető tömegközlekedési opciók például, vagy kénytelenek vagyunk autóval menni, mert más nem áll lehetőségünkre, tehát elég sok infrastrukturális dolog van, ami meghatározza ezt, viszont tényleg nagyon, nagyon fontos, hogy az, hogy mi mit csinálunk otthon, nagyon számít. Egyrészt nagy arányú csökkentést el tudunk érni, másrészt azzal, hogy ilyen módon élünk, új normákat, trendeket, elvárásokat hozunk létre, ami várhatólag a jövő általánossága elvárása lesz. Tehát nem az lesz menő a jövőben, hogy mekkora nagy házban élünk, és hány milyen nagy autónk van, hanem ezeknek pont az ellenkezője. Illetve azzal, ahogy élünk, egy csomó embert befolyásolhatunk, inspirálhatunk, új gondolatokat adhatunk nekik, illetve a döntéshozók felé is kifejezzük, hogy igenis, mi ilyen életmódon szeretnénk élni, és csak akkor fogunk valakit megválasztani polgármesternek, képviselőnek, hogyha ez segít nekünk elérni. De ugyanakkor azért nem szabad elfelejtenünk, hogy azért nem szabad az egész felelősséget magunkra vállalni. Az előírások, jogszabályok befolyásolják, hogy meg tudjuk ezeket valósítani, hogy milyen infrastruktúra van, milyen támogatások vannak, van-e olyan termék a piacon, tehát van-e például energiatakarékos, hatékony hűtő, mosógép, stb., ami kell a mindennapi életünkhöz. Tehát érdemes tenni és változtatni, de azért ne lepődjünk meg, hogyha nem sikerül mindig minden egyedül. A közösségre, sőt a nagyobb társadalmi támogatásra is szükség van. Ugye ezt szerintem mindannyian tudjátok, hogy nagyon nagy gondok vannak, környezeti gondok, kicsit nagyon kinőttük a lakhelyünket, de még mindig sokan ugye abba hisznek, hogy ez nem így van, még tovább növelhetjük a szükségleteinket, sőt inkább igényeinket, el fogja bírni az a föld, nem erről van szó. Az emberiség ökológiai lábnyoma folyamatosan nő. Körülbelül a 70-es évek elején átléptük az egy föld kapacitását, és amint látszik, amiért a másfél fokos életmód nagyon fontos, a karbonlábnyom ennek a legnagyobb része. A többi rész is nagyon fontos, tehát fontos, hogy a másfél fokos életmód egyben védje a talajt, védje a biodiverzitást, védje az erdőket, tehát ne csak menjünk szemellenzősen a másfél fokos életmód felé, de nagyon nagy része a környezeti hatásunknak, az ökológiai lábnyomunknak ehhez köthető.
A klímaválság most van, ebben nem fogok nagyon részletesen belemenni, szerintem halljátok a hírekből, hogy nagyon fontos egyből cselekednünk, és ezt még egy nagyon visszafogott konzervatív szervezet, mint az IPCC vagy az ENSZ éghajlatváltozási kormányközi testülete is megerősíti, úgyhogy a hírhetten visszafogott jelentések hangvételét megváltozott 2018-ban, és megkongatták elég erőteljesen a vészharangot. Figyelmeztettek arra, hogy már csak 10-12 év van hátra, és ezért megjelentek ilyen cikkek. 12 év múlva pokol várható, ha nem cselekszünk. Most ugye idén már 8 évünk maradt csak, ha el akarjuk kerülni a klímaválság legdurvább hatásait. Mindenki emlékszik, hogy milyen meleg és száraz volt a nyár. Szorongunk, aggódunk, de mégis keveset teszünk. Egyrészt, mert nem érezzük, hogy tudunk tenni, másrészt meg nem olyanok a körülmények. Azért még minden nap mégsem érezzük a bőrünkön. Most például ez az ősz elég jó. Milyen jó, hogy nem kell fűteni, de ugyanakkor elég furcsa, hogy ilyen meleg van még október végén. És alulbecsüljük, mivel nem érezzük minden nap, alulbecsüljük a klímaválság ránk gyakorolt hatásait. Ezért csináljuk ezt, a mai alkalmat is, hogy nem érünk már arra, muszáj csökkenteni, muszáj alkalmazkodni, és muszáj ehhez gyakorlati segítséget is adnunk, új trendet teremtenünk együtt. Na, mennyi a magyar karbonlábnyom? Azt tudjuk, hogy 2,5 tonnára kell csökkentenünk. Az ábrán már látszott, hogy ennek körülbelül a kétszeresénél tartunk most. Tehát ma, vagyis hát helyesen ez 2015-ös adat, mert az volt a legfrissebb adatbázis, ami az életmód minden területére kiterjedő pontos információt, adatokat tartalmazott, tehát 4,9 tonna széndioxid egyenértékben kifejezett per fő per év a mai karbonlábnyom. Körülbelül kettőszöröse annak, ahová csökkentenünk kell, és hát még elég sokszorosa annak, ahova 2050-ig el kell érnünk annak az elég pici értéknek. Hogy áll össze ez a magyar karbonlábnyom? Legnagyobb részét a lakhatás és energiafogyasztás teszi ki, tehát milyen házban lakunk, hogy fűtünk, mennyit fűtünk, hogy világítunk, mennyi energiát használunk. A második legnagyobb terület az a mobilitás és közlekedés, mennyit utazunk, milyen messze, mivel, mindennapi szinten utazunk, milyen gyakran, vagy esetleg ritkán. Milyen élelmiszereket eszünk, mennyi élelmiszer hulladékot termelünk, illetve egy egyre jobban növekvő rész egyébként a termékek és szolgáltatások, tehát mennyi dolgot veszünk, mennyi terméket veszünk, milyen szolgáltatásokat használunk, akár még az is, hogy hová fektetjük be a pénzünket, és milyen biztosítást kötünk. Most törünk rá a nagyon életbevágó, éles megtakarítási, vagy hát lábnyomcsökkentő módszerekhez, hogyan is juthatunk el a 1,5 fokos lábnyomhoz, és itt visszaadom a szót Kristófnak. És azt hiszem, sikerült is bekapcsolnom a mikrofonomat itt menet közben. És a vetítésnek is el kell indulnia. Nos, vagy hogyan juthatunk ehhez a 1,5 fokos lábnyomhoz? Annyit szerettem volna még elmondani, hogy menet közben itt látjuk, hogy a chatben nagyon beindult a konzultáció, meg a beszélgetés, ami nagyon jó. A felmerült kérdésekre természetesen válaszolni fogunk, majd hamarosan összegyűjtjük ezeket mind, és akkor tudjuk majd megbeszélni közösen is. Magában a kutatási projektben nagyon sokat gondolkodunk, beszélgetünk közösen a nemzetközi partnerekkel, illetve kutatóintézetekkel, és arra jutottunk, hogy a 4 nagy életterületté szabályoztuk, illetve életterület köré gyűjtöttük be ezeket a lehetőségeket, amikkel valahogy megtalálhatja mindenki valamilyen módon azt a lehetőséget, hogy már 2,5 tonnára, illetve ugye 2050-re majd 0,7 tonnára le tudjuk csökkenteni az egyéni karbonlábnyomunkat, és ebből a 4 nagy területből ugye az egyik az a lakhatás és az otthoni energiafogyasztásnak a területe.
Ugye nagyon fontos, különböző lehetőségek vannak, ezt majd erre mindjárt vissza fogok térni. Ezek nem azt jelenti, hogy mindenkinek ezt kell csinálni, hanem ezek olyan lehetőségek, amikből tudunk majd válogatni, amikből tudunk különböző formákban megtalálni a magunk számára meghatározott, illetve saját magunk számára elérhető lehetőségeket. Ilyenekre gondolunk itt, mint a szigetelés, hogy szigeteljük a házunkat, aztán, hogyha ezzel meg vagyunk, akkor hatékonyabb és alternatív fűtési lehetőségeket dolgozzunk ki magunknak. Ha van lehetőség biomasszára vagy hőszivattyúkra majd áttérni, de ez nem kötelező megint. Természetesen az egyedi lehetőségnek is mindegyiknek vannak előnyei, vannak hátrányai, ezeket mindannyiunknak külön-külön mérlegelnünk kell. Tehát ezért mi nem is adunk, nem is szeretjük azt mondani, hogy van egy konkrét recept, és mindenkinek ezt kell csinálni, mert ez a megváltó és egyedüli üdvözítő út, hanem mindenkinek úgy kell ezt felfogni, mint egy vásárlási lehetőséget, bemegyek a boltba, és ezek közül tudok válogatni. Az egyetlen cél, hogy mindenki saját élete során megpróbáljon elérni ugye 2030-ra itt erre a 2,5 tonnás karbonkibocsátási célhoz. Fűtési hőmérsékletet vegyük lejjebb, hogyha még esetleg ezeket nem tettük meg, költözünk kisebb otthonokba, tehát hogyha kiröpültek otthonról a gyerekek, vagy eleve most úgy érezzük, hogy nagyon nagy, túlzott a nagy légkörméterben lakunk, vagy nagy területen élünk, költözünk kisebbbe, aminek kisebb lesz ugye az energiafelhasználás, és ezáltal a karbonlábnyom kibocsátása is. Ha vannak extra területek, gondolkodjunk el azon, hogy megosztjuk esetleg az otthonunknak a bizonyos szobáit, kiadjuk, közösségi, utcai, egyéb módokra felhasználhatóvá tesszük ezeket. Eszközhasználatban is mindannyiunknak van majdnem mindenféle külön barkács és egyéb otthoni eszköze, konyhai eszköze, az energiaközösségek programban rendszeresen végzünk ilyen felmérést, és mindig fel. Az esetek nagyon nagy részében a részvevő háztartások nagyon alul becsülik, hogy igazából hány elektromos berendezése szokott otthon lenni az embernek, beírnak 10-15 vagy maximum 20 darabot, és rendszerint ki szokott jönni 50, illetve néha ilyen 80 darab szám is, hogy hány darab különböző kütyünk van otthon. Amit, hogyha megosztanánk, ugye kevesebbet kellene legyártani belőlük, sokkal többet lehetne egy közösen osztozkodni ezekkel a dolgokkal. Illetve, ugye mi szintén az otthonunknak a lakhatáshoz kapcsolódóan azt is megvizsgálhatjuk, hogyha lesz rá anyagi lehetőségünk, egyéb támogatási források is még meg lesznek esetleg, hogy különböző napelemeket, napkollektorokat, ugye melegvíz hasznosításra hogyan tudunk saját otthonunkba felszereni, ha még esetleg nincs, vagy megoldható ez valamilyen szinten. Következő nagy kategória az a táplálkozás és az élelmiszerfogyasztással kapcsolatos. Itt is nem kell mindenkinek mindent megtenni, hanem ezekből lehet válogatni, és mindegyik lehetőségnek különböző mértékű, ugye karbonlábnyom csökkentő hatása van. Például egyik lehetőség, hogy kevesebb élelmiszer hulladékot termelünk. Magyarországon az átlagos információ szerint ilyen 25-30% háztartásonként nem egyedire, hanem nagy átlagban ugye ez az élelmiszer hulladék mennyisége, valamennyi biztos mindenkinél van, ezeken érdemes elgondolkodni, akinél esetleg nagyon sok van. Szép lassan, hogyha lehet, és tudunk, van kedvünk, energiánk, és mindenféle dolgunk hozzá, akkor térjünk át minél jobban a növényi alapú étkezésre, legyünk vegetáriánusok, flektoriánusok, vagy nem, bocsánat, nem jut eszembe, hogy amikor néha eszem csak húst, illetve tejterméket, de nem vagyok teljesen vegetáriánus, flexitáriánusok. Köszönöm, igen, nagyon szépen köszönöm. Flexitáriánusok, és hogyha esetleg van esetleg lehetőségünk, vagy tudunk, akkor akár vegánok is lehetünk, ugye mindenféle állati terméktől mentes étkezésre is áttérhetünk. De hogyha valakinek ez egy kezdeti lépés, ezek a lépések túl nagyok hirtelen, már csak azzal is elkezdheti a lépéseket, hogy vörös hús helyett egyre gyakrabban elkezd fehér húsokat fogyasztani. Próbáljunk áttérni a csapvízivására, amennyire tudunk, vannak ilyen kis szűrőbetétes megoldások, hogyha esetleg valahol a víz minőségre biztos, hogy nagyon jó, különböző kutatások azt hozták ki, hogy a csapvíz minősége az nagyon-nagyon jó minőségű Magyarországon mindenféleképpen az ország egész területén, itt inkább ilyen jellegű problémák lehetnek, mint nálunk Gödöllön, hogy nagyon klóros a víz, túl sok tisztítószert raknak bele, de ilyen egyszerű szűrőberendezéssel ezt is ki lehet szűrni, illetve megfelelő odafigyeléssel, és akkor nem kell palackos vizeket, meg egyebeket, üdítőket vásárolni. Amennyire tudunk, próbáljunk bioszezonális, illetve helyi élelmiszerekre áttérni.
Edina egy itthoni ételünket fényképezte le, ezt láthatjátok a képen. Illetve, ami nekem is egy nagyon nagy kihívás, és ezzel sokat kell még foglalkoznom, hogy annyit tegyünk, amennyire éppen szükségünk van, tehát hogy jól lakunk, és nem amennyire szervezetileg szükségünk van, és ne a szemem után menjek, és egyek amennyit csak előttem van. Harmadik nagy kategória a mobilitás, ugye közlekedés. Itt is több lehetőség van. Amikor, ha van autónk, és legközelebb megöregszik, összetörik, elromlik, bármi probléma lesz vele, és következő autóvásárlásra készülődünk, akkor fontoljuk meg, hogy esetleg egy kisebb teljesítményű, kisebb méretű autóra próbáljunk átváltani, hogyha lehetséges. Minél többet törekedjünk esetleg a közös autóhasználatra, illetve közös autókázásokra, osszuk meg egymás között ezeket a lehetőségeket, akár autómegosztó rendszerekben is részt lehet venni, de akár, hogyha arra is lehet gondolni, hogy telekocsizás felé próbáljunk meg elmenni, hogyha tudjuk, hogy nagyon sokan ugyanabba az irányba közlekednek nap, mint nap, munkába, iskolába, egyéb helyekre, akkor próbáljuk meg esetleg ezekkel is elgondolkodni. Amikor csak lehet, hogy itt most magánutakról van szó, tehát itt az egész karbonlábnyom, amit Tedina is említett, az a saját magánéletünkre vonatkozik, tehát ebben most nem számítjuk bele a céges munkahelyi utazásokat és fogyasztásokat, tehát ez csak az otthoni, illetve egyedi karbonlábnyomra vonatkozik. Tehát amikor utazunk, repülőhelyet próbáljunk meg vonatot vagy buszt használni, ha autóval járunk nagyon sokat, akár településen belül, gondoljuk végig, próbáljuk eltervezni, hogy mikor vannak arra lehetőségek, hogy inkább kerékpárral, vagy hogyha közeli helyekre megyünk vonattal, vagy busszal közlekedjünk, vagy akár a szomszéd településre is, hogyha vannak megfelelő kerékpárutak kiépítve. Költözünk közelebb a munkahelyhez, ez is egy érdekes dolog, itt a csetbe, itt már volt itt a költözésről pár felvetés, természetesen ezekről lehet tovább is beszélgetni, meg tovább gondolni a dolgot. Illetve, ha sokat ingázunk, próbáljunk otthoni home office lehetőségeket megteremteni, vagy olyan foglalkozást kitalálni, amit minél többet otthonról tudunk tenni, és mondjuk nem kell napi 40-50 kilométereket ingáznunk ezek felé. Megint hangsúlyozom, ezt majdnem minden indiánál fogom mondani, nem azt jelenti, hogy mindenkinek ezeket kell csinálni, és hogyha te épp a saját életedben valamelyiket nem tud megvalósítani, nincsen baj. Az a lényeg, hogy valamit elkezdjünk csinálni, és közösen lépjünk. A negyedik nagy kategória ez a szabadidőnek a kérdésköre. Itt is nagyon fontos, és a karbonlábnyom szempontjából talán az egyik legnagyobb lépés lehet, hogy a nyaralást minél közelebbre tegyük, és minél kevesebb autózással, hogyha megoldható. A repülést ugye már nem is említettem, hogyha lehet a repülést is próbáljuk elkerülni a nyaralásoknál. Nem az a baj, hogyha van egy-kétszer, csak hogy rendszeresen próbáljuk ezeknek a számát csökkenteni. Összehasonlításképpen egyedi használatra, ugye 4,9, tehát kb. 5 tonnáról beszélünk éves szinten, ugye a széndioxid kibocsátás tekintetében, hogyha egy tengeren túli repülőutat veszünk per főre, az 1-2 tonna körüli széndioxid kibocsátást tud csak magába már magába tenni, tehát hogy azzal, hogy tengeren túl esetleg nem repülünk el egyszer egy évben, már azzal 1-2 tonna széndioxid kibocsátást meg tudunk takarítani. Ha vannak háziállataink, kezdjünk el esetleg azon elgondolkodni, hogy környezetbarátabb, zöldebb állateledet próbálunk beszerezni nekik, vagy kisebb házi kedvenceket próbálunk következőknek esetleg beszerezni, illetve a fogyasztási szempontból, fenntartható fogyasztás tekintetéből is, hogyha tudunk, minél kevesebb ruhát, cipőt és egyéb kütyüket vásároljunk magunknak. És akkor van egy nagyobb külső kategória, amiknek a mértékét nagyon nehéz beazonosítani, de szinte nagyon fontosak az ilyen fenntartató zöld életmód szempontjából, hogy amennyire tudunk etikus és zöld befektetések felé is próbáljunk el elmenni. Ha van esetleg kis megtakarított pénzünk, akkor próbáljuk megnézni és vizsgáljuk meg, hogy éppen az adott bank vagy az adott befektetési alap milyen jellegű dolgokba próbálja befektetni a mi pénzünket, amiket esetleg összegyűjtünk, vagy milyen alapokban vannak, és hogyha lehet, inkább próbáljunk meg ilyen zöld, fenntartható módokat is támogatni ezáltal is. Próbáljunk odafigyelni esetleg, hogyha van rá lehetőség, és megoldható, hogy munkaidőcsökkentést próbáljunk eszközölni. Ez természetesen vele jár a bevétel csökkentéssel is általában. Megint ez csak egy lehetőség, tehát nem rá akarunk kényszeríteni mindenkit, hogy kevesebbet dolgozzon, és kevesebbet keressen ezáltal, csak hogyha van rá lehetőség, ezt is fontoljuk meg. És végül az adományozás zöld és civil célokra, különböző szervezeteknek, ez is egy lehetőség, hogyha van ilyen jellegű dolog.
Most zanzásítva itt összeírtuk ezeket a lehetőségeket, amiket mi a nemzetközi szakirodalom alapján összegyűjtöttünk itt a 7 országban, akik partnerországok ebben a kutatási projektben, és a különböző megtakarítási mértékek természetesen különbözők. Na most egy kis összefoglaló, még arra vonatkozóan, hogy ahogy az előbb is mondtam, de hangsúlyozom sokszor, hogy különbözőek vagyunk, különböző lehetőségekkel és adottságokkal rendelkezünk. Van, aki családi házban él, van, aki panellakásban él, van, aki garzonkis lakásban él, van, aki saját tulajdonú lakásban él, van, aki bérel különböző dolgokat, és emiatt más lehetőségei vannak. Tehát ezeket mind-mind saját magunknak kell felmérni, de pont ebből nincsenek alapszabályok, hogy mi az, amit tenni kell. Az otthoni háztartási energiafogyasztása kapcsolatban is mindig el szoktuk mondani, nem baj, hogyha valaki szeret zuhanyozni, és sokáig szeret zuhanyozni, esetleg adott esetben, ha mellette mondjuk hajlandó lemondani a, nem tudom én, valamelyik nap, vagy akár több nap, hogy nem kocsival megy el különböző ügyeket intézni, hanem biciklivel vagy gyalog. Tehát ezt kicsit úgy kell inkább elképzelni, hogy mindenkinek van egy kvótája, van egy büdzséje, és akkor ezzel gazdálkodjunk, úgy, ahogy tudunk. És természetesen ez a megoldás más lesz mindenkinek, ez nagyon jó, ez a diverzitást is növeli, illetve különböző jó példákat tudunk egymásnak mutatni, illetve megosztani egymással. Csak egy pár példa, ugye, ahogy említette, Edina, hogy 2 héttel ezelőtt volt az élő műhelyünk, amikor 24 emberrel az ország különböző részéről, különböző korosztályból, különböző társadalmi szintről és anyagi lehetőségekkel bíró ember vett részt ezen a rendezvényen. Mindenkinek kiszámoltuk a személyes karbonlábnyomát előre természetesen, és akkor ezzel a kislábnyomos karbon kirakónak elnevezett játékkal próbáltuk megkeresni azokat a lehetőségeket, hogy ki milyen lehetőséggel fogja tudni az adott, éppen most ennek az illetőnek körülbelül 5,5 tonnás karbon lábnyomát hogyan fogja tudni 2030-ra 2,5 tonnára lecsökkenteni. Mint látjátok, erről majd mindjárt részletesebben is beszélek, egy kicsit különböző méretű kártyákat láttok, ezek annak függvényében vannak ezek a nagyságok, hogy az adott lépés, az adott lehetőség, amit az adott illető próbál választani, illetve próbál megtenni 2030-ig saját életét tekintetve, illetően, az mekkora karbonlábnyom csökkentése jár majd az illető szemére. Csak itt de most itt nem is a lényegeket, illetve az apró részleteket akartam bemutatni, hanem csak azt szerettem volna bemutatni pár példát, hogy mennyire más jellegű dolgokat választottak ki az emberek, hogy éppen az ő lehetőségük engedélyez. Vannak kisebb, vannak nagyobb lábnyomú emberek, van, aki inkább nagyobb megtakarítási dolgokból rakta össze a dolgokat, van, aki inkább kisebbekből választott, és ugye, ahogy említettem, a különböző területek sem egyformák, tehát van, aki inkább az élelmiszer fogyasztás csökkentésre ment rá, van, aki az otthoni energiafogyasztásra, van, aki inkább az utazási csökkentésre, vagy teljesen vegyesen. Tehát amint látjátok, különböző lábnyomról, különböző méretű emberek, különböző eszközökkel és lehetőségekkel próbáltak mindent megcsinálni. Következő lépésben az lenne majd a feladat, hogy mi összeállítottunk erről az 50 lehetőségből egy online listát, amit majd megkérünk benneteket, hogy mindenki saját magának töltse ki, és akkor csak egy nagyon rövid bevezető, hogy pontosan mit is kérnénk tőletek, hogy mi lenne az a pár szempont, amit szeretnénk kérni, és a kitöltéshez útmutatóként. Egyrészt, ahogy az előbb is hangsúlyoztam, ez csak a személyes és a magán dolgokra koncentráljátok, tehát hogyha nagyon sokat kell repülnötök, vagy autóval járnotok munka miatt, akkor azt ne vegyétek figyelembe, hanem csak azt a részt, amikor én az otthonomról a munkahelyemre elmegyek, és onnantól fogva az most éppen a munkahelyi karbonlábnyomra vonatkozik, és nem a sajátomra. Tehát csak a személyes lábnyom, csak a személyes táplálkozásom, illetve természetesen akkor a családot kell figyelembe venni, amikor a ház körüli dolgokat nézzük, mondjuk, hogy le akarom csökkenteni a hőmérsékletet, vagy szigetelni szeretnék, vagy napelemet esetleg telepíteni a saját házunkra. A másik nagyon fontos szempont, hogy csak olyan lehetőségeket választhatok ki, amit tényleg meg is tudnátok, vagy szeretnétek csinálni. Tehát az 50 lehetőségből, majd látni fogjátok, 4 lehetőség van, csak azokat jelöljétek be abba, hogy meg szeretném csinálni, amit tényleg meg tudtok csinálni, illetve meg is akartok csinálni. Ha esetleg
albérlők vagytok, nem saját tulajdonú házban laktok, és valószínűleg 2030-ig nem is fogtok saját tulajdonú házban lakni, akkor például ne válasszátok azt, hogy szigetelitek a lakásotokat, vagy napelemet fogtok felrakni, mert valószínűleg ugye ebben nektek a saját otthonotoknál, amit béreltek, ebben nincsen lehetőségetek, vagy nincsen beleszólásotok, mert azt majd az ingatlannak a tulajdonosa fogja tudni eldönteni. Illetve próbáljátok kerülni azokat a lehetőségeket is, amik egymást úgymond kizárják. Tehát, hogyha egyszer valaki azt választja, hogy vegán étrendre fog áttérni, akkor ne írja be, hogy vegetáriánus is lesz, mert akkor az kétszer csináljuk ugyanazt a csökkentést értelemszerűen a húsos étrendről áttérünk másikra. De ha valaki most éppen vegetáriánus, és áttér a vegán étrendre, akkor az beírhatja, viszont a vegetáriánusnál meg majd azt a rubrikát kell beixelnie, hogy már csinálom. Tehát, hogy ezt már mindjárt látni fogjátok, illetve példák is lesznek ehhez. Illetve itt is egy másik példa csak arra, hogy egymást ütő lehetőséget ne választhatok ki. De valaki beírja, hogy többet dolgozom otthon, illetve, hogyha a lakóhelyet váltok, a munkahelyemhez közebb fogok költözni. Mert ha már többet akarok otthon dolgozni, akkor értelemszerűen nem fogok tudni közelebb kerülni az otthonomhoz, mert a munkahelyem az otthonom lesz, tehát ezt a két lehetőséget nem fogom tudni választani. Tehát az elsőt akkor választom, ha ténylegesen elszánom magam, és szeretnék olyan munkát végezni, vagy van rá lehetőség az adott mostani munkakörben, hogy többet dolgozál otthonról, ugye kevesebbet kell akkor ugye a munkába való ingázásra letölteni, vagy hogyha valaki nem tudja ezt megoldani, olyan helyen dolgozik, ahol mindenféleképpen be kell járni, akkor viszont választhatja azt, hogy a lakóhelyet fogok váltani, és esetleg közelebb költözöm a munkahelyhez, hogyha most 50, 60, 70 vagy nem tudom, hány kilométert kell ingáznom a munka miatt. Ezek mind lehetőségek, tehát hogy a nevében is benne van lehetőségek, ezen kicsit gondolkodjatok el, és próbáljátok meg minél jobban a valóságnak, illetve a mostani ismereteiteknek megfelelően kitölteni majd ezt a kérdőívet. És akkor itt van egy lista, ezt mindjárt berakom a cserbe is, hogy hol fogjátok tudni ezt megcsinálni. Körülbelül 10 percet szánnánk erre. Edina berakja. Illetve akkor én megszakítom most egyelőre itt a vetítést, és akkor az lenne a kérdésem, hogy van-e még esetleg most így előzetesen kérdésetek ezzel kapcsolatban, vagy viszonylag egyértelműnek tűnik, aztán majd meglátjátok, amikor elkezditek kitölteni. Mi itt vagyunk, tehát ahogy említettem, kb. 10 percet adnánk erre, hogy nézzétek végig ezt a listát. Ugye ott van felsorolva témák szerint mind az 50 lehetőség, amit eljátszottunk a többiekkel is két héttel ezelőtt, illetve a nemzetközi partnerek is, spanyolok, svédek, németek, meg a lettek ugyanezt végigcsinálták már, illetve hogyha bármi kérdésetek van, vagy nem egyértelmű, akkor nyugodtan gyertek ide-vissza, mi itt vagyunk, és akkor tudunk beszélgetni. Aki hamarabb befejezi esetleg, az se aggódjon, mert az is nyugodtan jöhet ide, és akkor addig eltöltjük beszélgetéssel az időt, vagy különböző témákat még felvetetünk, hogyha valami nem egyértelmű, vagy bármi érdekes dolog felmerül. Kérdőívnél nem kell megadni az e-mail címet, egyedül akkor írjátok be, hogyha akarjátok, hogyha szeretnétek, amit most kitöltötök, hogy szeretnétek, hogy e-mailbe elküldjük nektek, mert nem tudom, én elefánt agyú vagyok, én körülbelül 5 perc alatt elfelejtem, hogy mit csináltam, meg mit mondtam 5 perccel ezelőtt, úgyhogy nekem például én biztos beírnám az e-mail címet, hogy kérnem, mert én nem emlékeznék már, hogy miket is x-eltem be, meg hova. Jó, jaj, elfelejtettem mondani, tehát 4 rubrika van, azt a diát véletlenül kifelejtettem itt a vetítésből. Hogy majd lesz látni fogjátok, hogyha rámentek a linkre, hogy van olyan lehetőség, hogy már csinálom ezt a dolgot, értem szóval, hogyha már biciklivel jársz munkába, akkor azt odaírd be, hogy bicikli, már csinálom. Van olyan oszlop, hogy ugye nem releváns, amit említettem példát, tehát hogyha te mondjuk nincs autód, és mondjuk kerékpályára állsz, vinna vagy gyalog, hogy akkor nem releváns számodra az, hogy autót, kisebb autót vásároljál, mert ugye nincsen autód. És van az a két oszlop, hogy vagy fogom csinálni, vagy az, hogy nem fogom csinálni, mert nem szeretném, mert engem itt nem akarok egyáltalán vegán lenni, mert nagyon szeretem a húst, és nem akarok erről lemondani, vagy mit tudom én, mindenféleképpen akarok repülni nyaranta legalább egyszer, mert nem tudom én, az életemben így vannak dolgok, jó? Tehát ezt kezdjétek akkor a kitölteni, és soronként ugye mindenhol egy-egy lehetőséget lehet majd beírni. No, én akkor itt abba is hagytam, és akkor mondjuk félkor legkésőbb itt találkozunk mindenkivel, hogyha addig sikerül kitölteni. Ha pedig kérdés van, mondom, nyugodtan tegyétek fel.
Nem csak az a kérdésem, hogy itt a nagy csend, ez a kitöltésben való elmélyülést jelenti, vagy hogy elaludt a féltársaság. Köszönöm. Aki esetleg befejezte, de van más kérdése, vagy az eddigiekről kérdése, akkor az nyugodtan felteheti, akár most is. Látom, hogy 18-a már kitöltöttétek, úgyhogy lehet, hogy lassan már mindenki meg lesz. Addig én behoznék egy témát a chatből, ha lehet, ezt felhangosítanám, hogy volt egy olyan kérdés, hogy ugye mik a célértékek, és ti tök jól elmondtátok, hogy ez egy karbon cél, és természetesen van mellette egy csomó más. De én úgy érzem, hogy nekem egyénként nagyon nehéz nagyon sok mindenre figyelni, tehát ez egy nagyon nagy segítség, hogyha most akkor éppen erre figyelek, akkor ez... ezzel kapcsolatos célokat vagy megoldásokat találok, és nyilván egy csomó minden mást is hoz magával, tehát a kevesebb zuhanyzás az nem csak energia megtakarítás, hanem víz megtakarítás, vagy a közelebb költözők, az a munkahelyemhez az nem csak energia megtakarítás, hanem egy jóléti előrelépés is lehet. Szerintem ez egy érdekes téma, hogy ki mit tart fontosnak, hogy mi az, amit megfoghatónak tart, hogy megvalósítson. Abszolút, ez tök igaz, hogy ez segít fókuszálni a zöld cselekvéseinket, és például
ez még hozzátéve a bio, meg helyi élelmiszer, főleg ha biót választunk, akkor például a talajt is védjük, a biodiverzitást is általában védjük, mert a bio az olyan szokott lenni, szóval tényleg elég sok mindenhez hozzájárulnak ezek. És mi igyekeztünk úgy összerakni ezt az 50 opciót a projektben, hogy ne sértsenek, tehát ezekre az extra hatásokra is figyeljünk, csak azokat nem kommunikáljuk, mert túl sok információ lenne. Illetve lesz a projektben még olyan kutatási rész is, hogy milyen visszacsapó vagy negatív hatásai lehetnek ezeknek a opcióknak a megvalósításának, szóval ezt még fogjuk vizsgálni is még alaposabban. Az egészség az például fontos téma, de a legtöbb az az egészséget segíti. Valakinek viszont volt fönt a keze, nem? Már igen, letette. Nekem. Sziasztok. Igen? Mondja nyugodtan. Sziasztok. Azt szeretném kérdezni, hogy mi a véleményetek arról, hogy vannak ezek az otthon termesztő rendszerek, hidroponikus rendszerek, amikkel az ember otthon tud zöldséget termeszteni, hogy alapvetően ugye hát így teljesen házhoz kerül a zöldség és növénytermesztés, és ezáltal ugye csökken az a kibocsátás, amíg elmennék a boltba, vagy éppen mástól vásárolnék, illetve a növénynek a kibocsátása is, meg ez az öko-bio kérdés is azonnal megoldódik. Viszont ezek a rendszerek, ezek nagy részt műanyagból készülnek. És annak azért van egy alapvető kibocsátása az előállítás során. És hogy így itt a mérleg, ez melyik irányba billen el például? Hát erre nem tudok pontos adatot mondani. Én először biztos a természetes, hagyományos termeléssel próbálkoznék, tehát hogy ne, hogy minél kevesebb mesterséges dolog kerüljön be a rendszerbe, ha csak lehet. Akár úgy is például én fóliasátor helyett üvegházat építenék inkább, az sokkal hosszabb távra szól, ha nagyobb is a bekerülési költsége, vagy esetleg közösen termelni másokkal. De ez, amit felvetették kérdés, ez már felmerült a projektben is, úgyhogy ez biztos, hogy fogjuk részletesebben vizsgálni, de én alapban azt mondanám, hogy mindig a természetes felé menjünk el. Tehát például, hogyha szigetelünk, én akkor se a megszokott fehér polisztirol lapokat javasolnám, hanem minimum kőzetgyapotot, akár szalmából készült szigetelést, vagy egyéb természetes anyagokból. Tehát, hogy minél kevesebb mesterséges, vagy akár foszilis alapú anyag jusson be a környezetünkbe, az életterünkbe, a megoldásainkba, mert hogyha sok ilyet alkalmazunk, akkor összességében nem fog csökkenni a lábnyomunk. Szóval nagyon jó kérdést tettél fel, és ezt eltesszük még későbbi vizsgálatra is. Jó, rendben, köszönöm. De csak kiegészítésképpen csak azt tenném hozzá, hogy ahogy próbáltam hangsúlyozni, hogy a megvalósításokban sem vagyunk egyformák, ugye a zöldségünkben sem vagyunk egyformák, tehát van, aki sokkal előrébb jár már ezeknek a dolgoknak a megvalósításában, és mondjuk sokkal kisebb a lábnyom, ökolábnyom, a karbonlábnyom a mindenféle szempontból, van, akinek meg írdatlan nagy, és hogyha valakinek, nem tudom én, most éppen 10 tonna, és nem fog hirtelen tudni, nem tudom én, saját kertben termeszteni, de hidropóniás termesztést viszont elkezdeni, ám legyen, tehát sokkal jobb, mint hogyha nem tudom én továbbra is a spanyol narancsot, meg banánt, meg nem tudom miket enne, helyett, hogyha elkezdett inkább ilyen szempontból nincsen olyan üdvözítő megoldás, ami mindenféleképpen mindenkinek jó. Erre mondjuk, hogy sokfajta megoldás van, ez is lehet, de mind a mellett hosszú távon arra törekedve, amit Edina mondott, hogy a természetes anyagoknak meg a kisebb karbonlábnyomú megoldásoknak a választása lenne fontos. Ha nagy beruházásokba gondolkodunk, akkor értelemszerűen sokkal nagyobb tervezést kellene, hogy végrehajtsunk, akár mondjuk a házak szigetelésénél, vagy mit tudom én, ilyen napelem telepítéseknél, meg egyebeknél, amikor ilyen 20-30 éves idős skálában gondolkodunk, tehát akkor ott jobban végig kell gondolni ezeket a dolgokat, hogyha 1-2 éves dolgokban hozunk döntést, akkor kevésbé problematikus talán ez, hogy nem mindenben a legzöldebbet fogjuk kiválasztani. Nem a befektetések miatt kérdeztem, hanem azért, mert ezzel foglalkozok, illetve ezzel fog foglalkozni egy ilyen hidroponiás rendszereket árusító boltot fogok nyitni, és érdekelt így a szakmai véleményetek.
Na, köszönjük szépen. Na, menet közben lejárt az idő, és ahogy nézem itt a beérkezett válaszokat, most már 20 fölött volt itt az előbb, amit néztem. Igen, 21 van, úgyhogy szerintem ezt én nem zárom le, hanem átadom a szót Edinának, hogy akkor ő akart erről pár szót mondani, ilyen összegző dolgokat bemutatni. Igen, gondoltuk, hogy megmutatunk nektek pár adatot, hogy mi az, amit már sokan csináltok, mi az, amit nem szeretnétek csinálni, meg ilyesmi, ha már így közösen töltöttük ki. Nekem most 21 olyan kitöltött mutat, akik végigcsinálták a kérdőívet, úgyhogy ennyi adatot így megmutatok nektek, és pár érdekességet így együtt meg tudunk nézni. Most legelőször az étkezést látjátok, és szerintem az is talán látható, hogy mi az, amit a zöld mutatja, amit terveztek, és hát a zöldek közül a legtöbb szavazatot az kapta, hogy annyi ételt eszem, amennyire szükségem van, illetve, hogy csak bio zöldséget és gyümölcsöt eszem, utána jön még a szezonális, és nem termelek otthon élelmiszer hulladékot. Ezek mind nagyon jó választások. Társadalmi szinten az élelmiszerfogyasztásnál a legnagyobb hatása, tehát hogy feltételezzük, hogy mindenki ezt csinálja, így akkor a legnagyobb hatása az élelmiszer hulladék csökkentésének van, illetve annak, hogyha áttérünk növényi alapú étkezésre. De a saját életetekben nyilván mások ezek az arányok, csak társadalmi szinten ezeknek van legnagyobb hatása. Elég sok minden már része az életeteknek, leginkább, hogy csapvizet isztok, ezek a sárgák, és látszik, hogy abból csináljátok a legtöbbet, illetve, hogy csökkentitek az étrendetekben az állati eredetű termékek és összetevők arányát. Amit nem szeretnétek megcsinálni, abból a legtöbb szavazatot a vegán életmódra áttérés kapta. Ezt értem abszolút, ez a tradícióknak, hagyományoknak, mindennapi dolgoknak azért még mindig eléggé ellene megy, de az már teljesen jó, hogyha megpróbálunk növényi alapon étkezni. A második legkevésbé népszerű a vegetáriánus volt, és érdekes módon, bár sokan tervezitek a bio zöldséget, gyümölcsöt, az a nem szeretném ben is elég nagy hangsúlyt kapott. Na nézzünk, vessünk egy pillantást a mobilitásra is, csak át kell rendeznem gyorsan ezt. Na itt mi volt az, amit legtöbben terveztek, hogy kisebb autót választotok a következő autóvásárlásakor. Ez szuper, és mi az, ami már része az életeteknek, abban meg a legtöbben, nagyon sokan írtátok, hogy autózás helyett sétáltok, vagy biciklisztek, illetve, erre nem emlékszem pontosan mi volt, és nem láttam az egészet, saját autóm helyett megosztom az autót, az van ott, Kristóf segít ezt. Valószínűleg az. Tömegközlekedésre mentek, elnézést, hogy ezeket nem mindet tudom fejből, illetve, hogy többet dolgoztok otthonról. Választott-e valaki olyat, hogy mondjuk közelebb költözik a munkahelyéhez, vagy az iskolájához? Ezt amúgy megfordítva is lehetne, szerintem, és szerintem ez is egy abszolút jó opció lenne, hogy olyan munkát választok, ami közel van hozzá, mert végül is ez is egy abszolút lehetséges. Hát nyilván ahhoz kell, hogy meglegyenek az ismereteink, meg tudásunk. Mi az, amit a mobilitásban legkevésbé szeretnétek? Az a telekocsizás, illetve... Igen, talán az ugrik ki, a telekocsizás, és ez azért is érdekes, mert ez kijött az élő workshopon is, hogy az osztozásra alapuló megoldások, tehát akár lakótérosztás, háztartási eszközök megosztása, autó megosztás, ezek egyáltalán nem voltak népszerűek, és ezekkel kapcsolatban találtak a legtöbb problémát az élő műhelyen a résztvevők, és hát előfordulhat, hogy ez itt is így van. Nézzük meg a lakhatást, és akkor egybe... Barátszorulat, az érdekes megközelítése a dolognak, de azt mondja, hogy elérte a céljukat, mert erről beszélgetünk most itt.
valakinél bejött a rádió. Na, ez az otthoni energiafogyasztás, elnézést, hogy lehet, hogy visszaállítom a másikra, és akkor ott jobban meg tudjuk nézni a trendeket. Mi az, amit megkeressük meg, mi az, amit... Hát ez a sárga, amit már sokan csináltok, és mi az, ami leg... Hát igen, itt is ez abszolút tükrözi az élő műhelyen is kijött eredményeket, hogy legkevésbé a háztartási eszközöket és a lakóterületet szeretnétek megosztani. És mi az, amit sokan vállalnátok, ugye azok a zöldek, például, hogy megújuló forrásból származzon az energia, saját napelemeket szereljetek fel. Oké, szuper. És akkor még megnézzük a szabadidőt is, csak érdekesség kedvéért. Itt fú, már nagyon sokan kevesebb ruhát és cipőt vásároltok, és hobbi céljából keveset autóztok, ez nagyon szuper. Mi az, amit sokan terveztek, hogy repülő helyett vonattal mentek nyaralni? Hát ezt én is tanúsíthatom, hogy ez nagyon jó. Elég sok ismerősünk most már gyerekekkel is utazik így, és a gyerekek is élvezni szokták. Illetve a nyaralás alatt kevesebbet autóztok. Hát köszönjük szépen, hogy ezt kitöltöttétek, és aki bejelölte, hogy szeretné a listát megkapni, természetesen el tudjuk küldeni neki, és akkor tudja figyelni, hogy tudja az saját életében megvalósítani. És most visszaadom a Kristófnak a szót egy kicsit, meg még egy kis aktivitásra szeretnénk bevonni. Igen, sikerült visszakapcsolnom a mikrofont. Szóval, hogy most, ahogy így átbeszéltük ezeket a dolgokat, nagyon szépen köszönjük a visszajelzéseket, és ugye ahogy az élő műhelyen is csináltuk az emberekkel, arról két dologról kezdtünk el beszélni. Egyrészt, hogy azokat a dolgokat, amikre azt írtátok, hogy nem szeretnétek megcsinálni, itt a vegán étrend, vegetáriánus és a többi, meg az osztozkodás részekkel kapcsolatosan. Azt szeretnénk megvizsgálni, hogy egy kicsit engedjétek el a fantáziátokat, és gondoljatok abba bele, hogy 2030-ra valami oknál fogva mégiscsak rá tudnátok magatokat venni arra, hogy ezekben a dolgokban, amikre most azt írtátok, hogy nem akarom csinálni, hogy mégiscsak el tudnátok indulni ezen az úton, hogy ezt a lehetőséget is magatokévá tegyétek. Mik azok a dolgok, és mi arra lennénk itt kíváncsiak, hogy mik azok a strukturális, társadalmi egyéb akadályok, amik ebben egyrészt akadályoznak benneteket, másrészt meg inkább az is érdekelne, hogy mik azok, amik segítenének, hogy ezeket a mostani dolgokat esetleg jobban, mégis meg tudjátok valósítani, és meg tudjátok tenni. Itt van, nem tudom, hogy a Slido-t, mint olyat ismeritek, ez ilyen szófelhős kis dolog, úgyhogy én ezt berakom a chatbe ennek a linkjét. És akkor az lenne a kérdés, hogy ide kellene beírni azokat a dolgokat, amiket nem akartok csinálni, de valami akadályoz benneteket benne, és én el is indítom, és akkor lehet beírni a dolgokat. Tehát, hogy mi akadályoz abban, hogy megtedd, amit nem szeretnél, és mi kellene megváltozzon hozzá, hogy mégis kedved legyen csinálni. Nem tudom, hogy látjátok-e. Illetve sikerült-e a linkre kattintva megtalálni ezt a kis dolgot. Én közben visszahoztam a képernyőt, hogyha valakit nem érdek, nem látná, és akkor ide kellene, tehát ezt kellene, hogy mindenki lássa, és ide gépeljétek be azokat a dolgokat, amiket ti gondoltok. Tehát az, hogy mégis elgondolkodjatok azon, hogy vegetáriánus vagy vegán étrendet kezdjetek el követni, szép lassan áttérve esetleg erre, vagy kevesebb vöröshúst tenni, vagy egyéb ilyen dolgokat, vagy többet biciklizni, kerékpározni, vagy repülésekről jobban lemondani, akkor mik lennének ezek? Kristóf, bocs, én kérdezhetek? Most lehet, hogy nem figyeltem eléggé, de ami akadályoz abban, hogy megtedd, ez általában, vagy egy bizonyos dolog? Tehát most valamit közben mutattál?
Nem mutattam semmit, itt csak annyi van, tehát, hogy téged mi akadályoz abban, túlzottan szeretem a húst, aha, vagy mit tudom én. Aha, okay. Nem szeretem, mitte túl koszosak az emberek, és nem akarok közösködni velük, hogy bejön valaki a kocsimba, vagy nem tudom, hogy egyéb ilyen dolog, vagy mit tudom én bicikliznék, de mit tudom én nincsen bicikli út kiépítve, és akkor mit tudom én azért nem tudom megcsinálni. Meg ezért nem szeretek biciklizni, mert félek, mit a gyerekeket, féltem, hogy mit tudom én elütik az utcán, mert mit tudom én szágoldoznak az autók. Okay, és ugye ez azt kell, értelemszerűen, amit akkor korlátozni kell a sebességkorlátokat a településen belül, vagy egyéb ilyen dolgot. Köszi. Sziasztok, nekem is van kérdésem. Mondja, én azt nem értem, hogy miért limitált, hogy mennyi, milyen hosszú szöveget írhatok be, vagy ez csak nálam van így? Nem, ezt én limitáltam be, hogy ne kis regényeket írjatok, csak tömörre megfogalmazva. Jó. Bocsi. Már látom, szépen jönnek, és elmetileg ti nektek is látnotok kell, hogy többiek már mit írogattak be. Mert te nem léptél be, vagy beléptél. Ti látjátok, hogy többiek mit írtak? Elküldhetem egyesével, mert itt mindig kapok egy új lehetőséget. Igen, egyesével kell, igen, mindig. Tehát egy gondolat, egy kör, bocsánat. Jó, csak már utána azt mondja, hogy enter another word, legalábbis nekem angolul. Igen, bocsánat, ez. Itt most látjátok megosztott képernyőn? Igen. Ugye, hogy valaki szavanként írta be, de nem baj, majd ezt így összedolgozzuk. Jó, én akkor lehet, hogy le is állítom most ezt. És az eredményeket azért megmutatom. Ha tudnám, miért nem mutatja. Elnézést, itt majd mindjárt vissza fogunk térni, és vissza fogom hozni az eredményeket. A következő viszont ugye arról szólna, hogy mi segítene téged abban, hogy amit meg akarsz csinálni, azt még jobban vagy hatékonyabban tudjad megcsinálni. Tehát ugye az első az inkább, lehet, hogy nem fogalmaztam eléggé értetően, vagy egyértelműen elnézést. Tehát az előző arról szólt, hogy amit nem akarsz megcsinálni, azt miért nem, és mi akadályoz benne, itt pedig amit csinálni szeretnél, akkor mi az, ami még jobban segítene téged abban, hogy ezt meg tud csinálni. És akkor ide is most írhattok. Jaj, bocsánat, ez kell egy új link, most itt sok nekem Edina. Igen, azért nem ír senki semmit. Én itt várom a dolgokat, hogy megérkezzenek. Ja, jó, Edina megosztotta közben, bocsánat. Na, már jönnek is a válaszok, jó. Dóra, csak kérdezem, hogy majd láttuk a kérdést, majd mindjárt itt befejezzük ezt a részt, és akkor visszatérünk az összes chatben felmerült kérdésre. Nem felejtettük el. No, akkor lassan ezt is bezárjuk, és nagyon szépen köszönöm itt a dolgokat. Tehát amint látjátok, itt különböző dolgok jöttek össze, egy infrastruktúra, emberek, akiken bízhatók, elérhető technológia és tanácsok, képzés, anyagi támogatások, egyebek. Tehát ezek mind segítenek minket abban, ezek ilyen segítő struktúrák, hogy
zöldebben és fenntarthatóban tudjunk élni, illetve ezt a másfél fokos életmódot tudjuk megvalósítani. És akkor én visszaadom Edinának a szót, hogy záró gondolatokat még mondjon, illetve ugye még van itt, hagyunk időt természetesen arra, hogy itt a felmerült kérdéseket is akkor gyorsan még át tudjuk beszélni. Azért az infrastruktúra eléggé kiemelkedett, hogy jó lenne, ha lenne segítő infrastruktúra egy csomó dologba, és láttam, hogy utána részleteztétek is, hogy például akár több vegán, meg vegetáriánus étterem. Például nekem is segítene, még ugye néha az irodában dolgozunk, és nem tudunk otthonról vinni ételt, azt csináljuk általában, de ha néha nem, akkor nagyon jó lenne, a kis dobozkámmal elmehetnék, és akkor jó kis vegetáriánus kaját vagy vegán tudnék venni, de ez elég kevés helyen elérhető, jó minőségben és elérhető áron. Ez is az infrastruktúra része, meg a bicikli utak, jó tömegközlekedés. És azt is láttam korábban, hogy felmerült a lakhely. És igazából én ezt nagyon akartam hangsúlyozni, az, hogy hol lakunk és milyen házban, a karbonlábnyomunkra döntő hatással van. Először ugye a mérete, mert az meg fogja határozni az energiafogyasztását, még az energiahatékonysági beruházások nélkül is, illetve azokkal együtt is, tehát nem mindegy, hogy mekkorában lakunk. Át kell állnunk, ugye egy időben nagyon elterjedtek, amikor olcsó volt az építőanyag, olcsó volt az energia, 80-as, 90-es években mindenki ilyen gigantikus házakat épített. Most egy kicsit ezt a trendet meg kell fordítanunk, és nem 70-80 méteres nappalit tervezni, hanem egy olyat, ami élhető, de azért a mértékletességre törekszik. És ugye az osztozás, Kristóf említette, hogyha például kirepülnek a gyerekek, és nem akarjuk otthoni a házunkat, akkor azt megoszthatjuk akár diákkal, akár befogadhatunk oda egy civil szervezetnek, például az archívumát, ez sok civil szervezetnek jól jön, vagy hasonló dolgokat, vagy a helyi dobozrendszernek odaadhatjuk, elosztópontnak, ilyesmi. Ezután a házunkba, ugye szintén a lakhely, nagyon fontos a méret mellett az energetikai állapota, a szigetelés fontosságát nem, az egyébként az energia lakhatás, karbonlábnyom méretet elképesztő módon befolyásolja, úgyhogy szigeteljünk. Nagyon fontos, hogy minél hamarabb és minél jobban szigeteljünk, de ugye nem, azért nem mindegy, hogy miből, illetve hogy használjunk megújuló energiát, de ha megújuló energiát használunk, se gondoljuk azt, hogy abból akármennyit lehet használni, mert egy kicsit ez most elterjedt Magyarországon, hát napelem, telerakom abszolút a tetőt, több már nem is férhetne oda, és akkor elektromos fűtést alkalmazok. Ez nem biztos, hogy jó nem biztos, hogy jó megoldás, mert gondoljunk bele, a napelemek előállításához is kell egy csomó energia, nyersanyag, a fenntartásuk is bizonyos szinten energiaigényes lehet utána, ha elavulnak, le kell őket cserélni, tehát itt is a mértékletességre buzdítanék mindenkit, és nem feltétlenül az elektromos fűtésre. A szakértők közül nagyon sokan azt mondják, hogy a biomassa alapú hatékony fűtés, vagy a hőszivattyú sokkal energiatakarékosabb és karbonlábnyom csökkentőbb megoldás. Aztán ugye, hogy hol lakunk, meghatározza azt is, hogy mekkora lesz a közlekedés igényünk. Egyrészt, hogy milyen messze van a munka, iskola. Mi például emiatt költöztünk Kristóffal Gödöllőre, mert ahol korábban laktunk, onnan csak bejáros munkát lehetett elképzelni. És itt Gödöllőn, ha nem is alapítunk saját szervezetet, itt láttuk, hogy azért van lehetőség a saját területünkön dolgozni. Tehát láttuk, hogy tudni fogunk majd biciklivel munkába járni, vagy akár gyalog, de hogyha nem is ilyen helyre dolgozunk, költözünk, nézzük meg, hogy van-e ott közösségi közlekedés, tömegközlekedés, vannak-e biciklutak, tehát ezek elképesztő fontos szempontok. És ugye a lakhely meghatározza azt is, hogy van-e kertünk, tudunk-e saját élelmiszert termelni, vagy hogyha nem akarunk, nem vagyunk azok a kertészkedős típusok, van-e helyi piac, van-e helyi doboz vagy kosárrendszer, és akkor egyből, ha jól választjuk a lakhelyet, egy csomó karbonlábnyom szempontot, másfél fokos életmód szempontot tudunk egyben
csökkenteni. Vagy van rá, ha még egyből nem is sikerül, van rá lehetőségünk. Úgyhogy ez a eszmecsere a dialógusban elég hasznos szerintem. Amit még akartunk mondani nektek, hogy még nem tettük közzé, de jövő héten közzé fogjuk tenni ezt az 50 életmód lehetőség listát, amit összegyűjtöttünk kis magyarázattal, úgyhogy ezt tudjátok használni majd ilyen útmutató jelleggel. Azért fontos, hogy ezen kívül is rengeteg opció van. Mi olyanokat választottunk, amiknek nagy hatása van, és amiket tudtunk mérni, leginkább olyanokat, amiket tudtunk mérni, de a nagy hatás az elég fontos volt. Egy-egy életben, ez is volt kérdés a chatben, egy nagyon karbonlábnyom csökkentő potenciált nem teszünk közzé, mert ez nagyon függ attól, hogy most mennyit csinálunk. Tehát például az, hogy a szigetésen mennyit lehet megtakarítani, nagyon függ attól, hogy most milyen a házunk, mekkora, és milyen energetikai állapotban van. Ugyanúgy a vegetarianizmus is attól függ egyrészt, hogy mennyit eszünk, és most mennyi a hús az életünkben. Tehát ezekre nem tudunk, és nem is akarunk érték, csak nagyon-nagyon általánosat tudnánk, és az megtévesztő lehet, ezért fontos, hogy megnézzük először, hogy mit csináljunk. Ha valaki szeretné emlékeztető ilyen tippekről, akkor feliratkozhat a hírlevelünkbe, azt így kb. Havonta egyszer küldünk, vagy talál rengeteg tippet. Ezt meg fogjuk osztani az előadás diákat, úgyhogy erre fogtok tudni kattingatni. Azt is el akartam mondani, hogy 7 héttel interjúztunk is olyan emberekkel, akik mi úgy gondoljuk, hogy már most majdnem, vagy már másfél fokos életmódot folytatnak, és tőlük fokozatosan teszünk közzé történeteket, az egyiket Istvánékkal már közzé is tettük, illetve velük még egy kettőjükkel a hét közül még egy beszélgetést is meghallgathattok a YouTube-on, amit szintén így mi készítettünk, úgyhogy lehet még inspirálódni, lehet ötleteket szerezni, tényleg itt a beszélgetésbe belementünk minden kis részletbe, úgyhogy ajánlom mindenkinek. És akkor persze vannak kiadványaink is, amit töltsetek le, használjatok, reméljük hasznosnak fogtok találni. És aki eddig nem jutott el másfél fokos műhelyre, eljuthat a jövőbe, mert jövőre is fogunk szervezni, kicsit már tovább is gondolva, de új résztvevőket is toborozva, illetve csak hogy lássátok, hogy ezt nem csak a lakosságnak szánjuk, szakmai műhelyt is szervezünk, már most lesz az első december 1-én, ahova döntéshozókat, cégeket, non-profit szervezeteket, sőt a médiát is meghívjuk, hogy hogyan tudnánk ezt minél jobban megvalósítani, az infrastruktúrális akadályokat leküzdeni, és a média segítségével meg minél jobban ezt trendé, megszokottá, elvárássá tenni. És én ezt most itt befejezem, és ha még van kérdésetek, akkor most van lehetőség feltenni. Akármilyen kicsi kérdés, ne aggódjatok, nincsen olyan, hogy rossz vagy jó kérdés, bármi érdekes lehet mindenki másnak is. Úgyhogy nyugodtan, én most hirtelen nem... Én elkezdtem nézni a chatbe levő kommenteket, meg kérdéseket, így visszamenőlegesen is. Itt különböző megjegyzések voltak, most is zanzás itt van, mert már nincsen sok időnk, és nem akarunk visszaélni az időtökkel, hogy a széndioxid kibocsátás, illetve hogy az erőforrásoknak az igazságos elosztása a világban, ez természetesen teljesen egyetértünk ezzel, hogy az erőforrások nem jól vannak elosztva, és emiatt a széndioxid kibocsátások sem. Nem tudunk minden problémát egyelőre most megoldani, most jelen pillanatban ugye azon gondolkodunk, hogy mi magunk háztartási szinten, illetve a környezetünkben levő struktúrákat hogyan tudjuk megváltoztatni. Azt, hogy aki távol lakik a bolttól, meg hogy sokat kell költözni az életbe, meg hogy ki milyen helyen lakik, megint ezek olyan adottságok, amik adottak, az a kérdés, hogy tudunk ezen strukturáltan hosszú távú terveket szőni, tehát hogy 2030-ig, 40-ig vagy 50-ig mit szeretnénk csinálni, hogyan tudunk ezeken módosítani. Vannak, amiket nem tudunk, természetesen akkor azokon nem kell változtatni, és nem kell megerőszakolni magunkat, akkor keressük meg azokat az egyéb lehetőséget, amikben viszont tudunk változtatni. Igen? Mondjad.
Csak láttam még kérdést, hogy vidéken jó megoldás lenne a napenergia, és ezzel abszolút egyetértünk, és írjátok ott, hogy a centralizált hálózat ezt akadályozza, ez abszolút igaz, viszont most már egyre inkább lehetőség van, az EU is támogatja, és Magyarországon is elindultak ezek a közösségi energia használatot és a közösségi energia programokat, tehát ez olyan, hogy mondjuk egy falu lakói, vagy egy utca lakói összeállnak, és közösen finanszíroznak például egy kicsi mini napelemparkot, és azt szétosztják az utcában. Ez Magyarországon ennek szintén van hálózati akadálya, de van viszont támogatási lehetőségre, van olyan non-profit szervezet is, aki ezt segíti, úgyhogy érdemes belefogni, mert minél többen akarunk ilyet csinálni, annál inkább kell a hálózatot a döntéshozóknak, meg cégeknek rugalmasabbá tenni. Tény, hogy most nem elég rugalmas, hogy ezeket bírja, de minél többen akarjuk, látják, hogy van erre igény, annál nagyobb esély van rá, hogy ez a változás megtörténik. Illetve említettétek a barátokat is. Ez azért érdekes, mert ugye én mondtam, hogy egyénekkel is készítettünk interjút, és azok az interjúk során nagyon-nagyon erősen kijött, hogy azok élnek könnyebben másfélfokos lábnyomon, vagy másfélfokos életmódon, akiknek van támogató, legalább családjuk, de inkább közösségük. Valami baráti közösség, vagy szakmai közösség, vagy valami helyi kis klub, vagy akár vallási közösség, ahol elhatározzák, hogy mi igen, együtt kisebb lábnyomon szeretnénk élni, és ezt együtt felmérjük, és elkezdünk e felé elindulni. Igazából képzeljétek el, hogy már van olyan közösség is, aki szeretné, hogyha mi mennénk, és ennek a kirakónak a segítségével indulnának el a másfélfokos életmód felé. Erre is van lehetőség, úgyhogy a közösség szerepe nagyon nagy. Kristóf, nem tudom, beléd folytottam az előbb a szót. Nem, csak még itt találtam menet közben több kérdést. Felmerült ugye itt a tömegközlekedés ugye versus a telekocsi. Természetesen mi nem azt mondtuk, hogy bármelyik jobb a másiknál, nem is akarunk ez, és természetesen a tömegközlekedés lenne a legjobb. Mi csak azt mondjuk, hogyha valaki nem tudja kocsi nélkül valamiért megoldani, akkor az egyedüli utazás helyett mégiscsak jobb, hogyha kette-hárman ülnek egy kocsiba, hogyha jelen pillanatban nem tudja látni, már egy előrelépés afelé, hogy aztán a jobb tömegközlekedés ki tudjuk alakítani, és utána már ne kelljen kocsival járni, hanem megfelelő mennyiségű tömegközlekedési eszköz legyen, és álljon rendelkezésre. Láttam, hogy Edina itt a kommentben már beírta, hogy a karbonlábnyom számításra Magyarországon mi nem találtunk jó kalkulátort, amit tudnánk használni. Most, amit a részvevőknek számítottunk, azt egy Holland Partner Egyetem csinálta. Van egy karbonkalkulator.hu honlapunk, amit 10 pár évvel ezelőtt fejlesztettünk. Erre ráfér egy kis frissítés, úgyhogy majd alapnak egyébként lehet venni ezeket a dolgokat, de ez az átlag 5 tonna per fő per éves karbonlábnyommal lehet egyébként számolni. Van, akinek ez 2,5, vagy még kevesebb, már most. Van, akinek meg 9, 10, vagy akár 15 Magyarországon, tehát ezt egyénileg kell mindig mindenkinek kiszámolni. Illetve az utolsó, amit én feljegyeztem magamnak, hogy a különböző lehetőségek mértékét, ugye most mi nem raktuk ide, mert láttátok, hogy a kockák azok különböző méretűek voltak, de ahogy Edina is említette, ezek változnak attól függően, hogy kinek milyen adottságai vannak, ezek ilyen becslések. Tehát mi nagyon jót játszottunk ezzel, meg nagyon jót társasoztunk itt a társasággal, de nem tudjuk teljesen mérvadónak venni a kockák nagyságát, mert ezeket majdnem csak, hogy mindegyiket egyénileg kellene kiszámolni, erre természetesen nincs lehetőség, de azért nagyságrendben meg lehet azokat határozni, hogyha hosszú távon mondjuk egy hőszivattyús fűtési rendszerrel fogok mondjuk átállni, az nagyobb széndioxid kibocsátás csökkentést fog elérni, mint hogy áttérek mondjuk vegán étrendre, vagy mondjuk vörösről fehér húsos étrendre. Tehát vannak ilyen tendenciák, ezekről tudunk beszélgetni, de ezek túl specifikusak, hogy ezek itt így egyesével lehet tudjuk mondani. Most az 50-ből, ami ott volt felsorolva, az pontosan mi melyik mennyi. Van-e kérdésetek, hozzászólásotok, mert túl sokat beszéltünk szerintem már mi itt menet közben, úgyhogy nyugodtan szóljatok hozzá. Kérdezzetek. De ha nincs kérdés, az se baj.
mert akkor azt mondjuk, hogy nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek, megtiszteltetek a jelenlétetekkel, meg itt a hozzászólásokkal, meg mindenféléhez, mindenfélével, az aktivitásotokkal. Ha kikért, akkor az eredményeket kirakjuk, meg természetesen megosztjuk itt az eredményeket, meg itt a felvételt is, tehát hogyha van ismerősötök, aki esetleg szeretne még becsatlakozni, meghallgatni ezt, akkor nyugodtan vissza fogja tudni hallgatni. Én ezennel lezárom a hivatalos részét, megszakítom itt a felvételt, és hogyha esetleg